rendszerváltozás a Magyar Írószövetséget sem hagyta érintetlenül. 1990-ben Göncz Árpád rövid életű elnökségét követően Jókai Anna vette át a stafétabotot. A Pesti Vigadóban rendezték 1986-ban az Írószövetség közgyűlését. Milyen emlékeket hagyott ez a két nap? Én akkor úgy voltam, hogy csendes figyelőként és drukkerként figyeltem, hogy mit mondanak a kollégák. Bennem is nagyon nagy volt már akkor az elégedetlenség. Azt éreztem a végén, hogy valami döntően történik a szövetség történetében, és ezzel párhuzamosan azért a magyar szellemi életben is. Engem mérhetetlenül megrázott, megdöbbentett az, hogy ezután a pezsgő, őszinte, igaz Írószövetségi kongresszus után, azt hiszem 24 vagy 27, már erre pontosan nem emlékszem, író azonnal kilépett az Írószövetségből, azért, mert Acél György kiadta ezt az utasítást, hogy veszélyes és helytelen ebbe a szövetségbe bent maradni. Hát az akkori egyik pártember vöröslő fejjel verte is az asztalt, és ott mondta, hogy nem lesz a Magyar Írószövetségnek egy következő ilyen periódusa, mint ez volt, ahol ez megengedhető. Hát ezek a kollégák, ezek az írók, akik kiléptek, ezek, hogy úgy mondjam, úgy távoztak, hogy volt, akinek Bécsbe vitték az üzenetet, hogy Acél György azt üzeni, hogy ki kell lépni, de hát a Kossuth Lajos azt üzentének a fordított példája volt. És a szomorú ebbe az volt, hogy ezek között előfordult jelentős és olyan író, akiről nem tételeztük volna fel. Szóval akkor láttam igazából először, hogy a tehetség és a jellem az nem mindig tartozik egybe, bármennyire is szeretnénk azt gondolni. És utána eljött ugye az a periódus, amikor kiderült, hogy ahogyan Kockás Sándor fogalmazott eleinte, hogy parkolópályán van az Írószövetség, amikor kiderült, hogy már nem a parkolópályán van, akkor ebből a 20-valahány íróból legalább a fele azonnal visszajött. Ez is egy érdekes jelenség volt. Tehát én bennem ez így maradt meg, hogy akkor vált el tulajdonképpen, hogy ki az, aki kockázatot is, áldozatot is mer vállalni azért, amit gondol, ki az, aki félrevezetett, ki az, aki esetleg meggyőződésből úgy gondolja, hogy nekünk azt az előzőt kellene támogatni. Milyen volt ez a periódus az alelnöki székből nézve? Hát ez azért volt érdekes, mert én álmomban se gondoltam arra, hogy bármilyen szövetségi funkciót vállaljak, mint ahogy előtte is mindentől elzárkóztam, ami a hivatalos munkával függött volna össze. De legnagyobb megdöbbenésem, éppen Fekete Gyula hívott fel azzal, hogy az a kérés, hogy mellette vállaljam el a másik alelnökséget, mert talán az én személyem az, amiben sikerül egy közmegegyezést kialakítani. Hát én először furcsálódtam, de annyira fel voltam háborodva azon, hogy lehet így cserbe hagyni. Ugye ez a több mint 1000 embert, hogy lehet így cserbe hagyni, hogy lehet ügyeket elárulni, apró pénzre felváltani, vagy ostoba ideológiákba beleragadni, hogy az volt az érzésem, hogy nekem ez egy erkölcsi kötelességem. Mert akkor még itt volt kockázat. El kell mondanom, hogy utána felhívtak engem telefonon, megint nem nevesítem, felhívtak telefonon és figyelmeztettek, hogy addig ugorjak ki ebből a szekérből, amíg egy lábtöréssel megúszom. Mert a szakadék felé megy az egész ügy. Tehát ebben ezt a kockázatot éreztem, hogy lehetséges, hogy megtörténik, hogy még egyszer ez a hanyatló rendszer, mint a sebzett oroszlán, még egyszer összeszedi az erejét, és megpróbál átharapni a torkát azoknak, akik szembeszálltak vele. Szóval egy nagy lélegzetet vettem, és azt gondoltam, hogy ha az ember azt próbálja képviselni az írásaiban, hogy van tisztesség, hogy van emberi méltóság, hogy van hazánk,
hogy van Istenünk, akkor ezt a gyakorlatban is valamilyen módon meg kell mutatni. Nem szabad gyávának lenni. Engem ez vezényelt egy ilyen furcsa motiváció, hogy a saját gyengeségeimmel is szembeszálljak akkor, amikor vállalom. De nem volt érdektelen, ugye, mert akkor dőlt el tulajdonképpen, 89-ig ezekben az előharcokban dőlt el minden, szinte minden, ami 90 után, 91 után bekövetkezett. Milyen volt közvetlen közelről Cseres Tibor? Milyen volt mellette dolgozni? Nagyon érdekes volt, mert engem néha bosszantott. Nem abban, amit csinált, hanem hogy ugye ez az a tipikus eset volt, ugye, hogy Cseres egy keményfejű székely gyerek voltám, aki nem ismerte, az nem is tudta. Tehát ő, hogyha valamit kitalált, azt nem szerette megosztani, még a közvetlen vezető társaival sem. Egyszer mondta nekem valamire, amikor szóltam, hogy hát Tibor, miért nem mondtad ezt meg nekem, hogy ez vagy az történt, vagy ezt, vagy azt mondták, vagy akarták. És akkor azt mondta, hogy ha a hajam tudná, hogy mit gondol a fejem, akkor kopaszra nyiratnám. Ez egy nagyon jellegzetes mondat volt. Cseres, gondolom most már ennyi idő távlatából, azért azt már érezte, hogy vannak dolgok, amelyeket szinte egy személyben kell elintézni. Tehát néha volt ilyen kicsi konfliktus közöttünk, de valahogy olyan munkamegosztás alakult ki, hogy én voltam az írótársakért felelős alelnök. Emlékszem arra, mint a kis cserkész, most se gondolom egyébként másként, minden születésnapot, akár kerek volt, akár nem, én levélbe üdvözöltem, gondot viseltem arra, hogy karácsony előtt az idősebb korosztály valami csekély ajándékot kapjon. Tehát én próbáltam ezt a fészek hangulatot kialakítani, hogy gyerekek legyünk együtt. Aztán, amikor 89-ben megszűnt az alelnöki funkció magában, egy más szervezeti szabályzat készült, Göncz Árpád lett akkor a szövetségnek az elnöke, én akkor visszavonultam, és egy kicsit meg is könnyebbültem. Mert az volt az érzésem, hogy amit tudtam, megtettem, de a politika terepe az nem az a terep, ahol én legjobban szeretek vitézkedni. Göncz Árpád köztársasági elnök lett, új helyzet teremtődött. Hogyan történt ez? Hát az úgy helyzet az úgy teremtődött, hogy igen nehéz volt közmegegyezésre jutni, és a mostani megítélésem szerint veszélyben is volt akkor az Írószövetség. Már akkor elhangzottak azok a hangok, hogy ez egy sztálinista képződmény, hogy nem lehet egybefogni, hogy nem is szükséges. Meg kell mondjam, hogy még a kialakuló új helyzetben is elég bizonytalan volt, hogy hogyan és mint legyen. Tehát egy ilyen általános bizonytalansági tényező, és mégis az az érzés, hogy jó lenne együtt maradni, ez szülte azt, hogy nekik akkor szükségük volt egy aránylag támadhatatlan, és hát nyugodtan mondhatom, nem röstelem, egy aránylag erőskező emberre. És én mindig azt gondoltam, hogy ha valamit vállalok, akkor én azt tényleg kézben tartom. Emlékszem, július volt, Anna nap volt, soha életemben akkora csokrétát nem kaptam, mint a Magyar Írószövetség íróképviselőitől. Elhozták a lakásomra, és hát arra kértek, hogy tegyem meg, hogy a válaszmányon, ha jelölnek, akkor fogadjam el, mert ezen áll vagy bukik a szövetségnek a sorsa, hogy én ezt megcsinálom-e. Hogy állítólag egy közvéleménykutatás volt. Hát én akkor azt mondtam, hogy amennyiben nem lesz ellenszavazat, akkor vállalom, mert én nem bírom az ellenségeskedést. És nem volt ellenszavazat. És megvolt az a pékem vagy szerencsém, nevezzük, ahogy akarjuk, hogy végül is nem tették fel szavazásra, hanem úgy mondjam, nyílt szavazással, közmegegyezésre, egyetlen ellenszavazat nélkül. Erre mondtam tréfásra, hogy szerintem örültek, hogy találtak egy balekot, aki abban a nagyon nehéz helyzetben ezt az egészet elvállalta. És hát igen, nagy harcok közepébe kerültem rögtön. Kisvártatva következett a nappali holdügy. Az első utam, az első elnöki utam az Erdélybe vezetett. Jött a híre,
hogy hát nagy baj van otthon, mert addig még az általam nem ismert nappali holdnak ez az ominózus írása a napvilágra került. Csóri Sándor tollából. Csóri Sándornak a tollából. Én először nem fogtam fel ennek a jelentőségét. Én azt gondoltam, hogy végre szabad légkörben mindenki valóban azt ír, amit akar, és ha vitába is száll valaki valamilyen kijelentéssel, az nem boszorkányüldözésbe fog átcsapni. Én ezt el se tudtam képzelni. Mennyire tűnt spontánnak vagy megtervezetnek ez a fajta botrány? Azt még akkor nem lehetett tudni. Nem lehetett tudni, mert mondom, nem is volt meg az előzmény, hogy egyáltalán föltételezhettük volna, hogy itt valaki ezügyben szerveződik. Szóval mondom, volt ebben valami naivitás, ahogyan fölfogta az ember. Tehát én akkor éreztem, hogy volt régen egy japán mese, a tempóról, a bolond tempóról, aki elhatározza, hogy mindenkit kibékít, és beáll két ökör közé, csak a két ökör őt nyársalja fel. Szóval akkor kezdtem érezni, hogy nem lehet mindig mindenkit kibékíteni. De azt is tudtam, hogy a periódus végig kell csinálni, és hát amennyire lehet, segíteni kell. Nagyon-nagyon sok olyan írónak, aki nem volt előzőleg a fényben, akivel méltánytalanul bántak, és aki várt arra, hogy végre valami jót és valami szépet is kap ebbe az életbe. És akkor csöppentünk ebbe a szörnyű vitába bele, akkor nekem két alelnök volt, egyébként tiszteletbeli két alelnököt jelöltek ki még mellém. Az egyik a Csóri Sándor volt, a másik a Mészői Miklós. Tehát tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, az ellenzéki gondolkodásnak két markáns képviselője, akik azért mégsem teljesen egyformán gondolták a változást. Ez nekem egy egyensúlyi helyzetet jelentett volna. Abban a pillanatban, ahogy ez a vita kirobbant, Csóri Sándor is lemondott, és a Mészői is lemondott. Tehát ott maradtam egyedül, hogy úgy mondjam, a placon. Én utálom a hisztériát, tehát utálom azt, amikor valaki egy dologból még nagyobbat csinál, csak azért, hogy a csinnadrata meglegyen. És beindult ez a nagyon-nagyon keserves, a szövetségi elnökségemnek csak nem a felét elfoglaló hadjárat Csóri ellen, pontosabban az ellen, a gondolkodás ellen, hogy valaki kimondhasson valamit, még ha bizonyos dolgokban, árnyalatokban téved is. És ez igazságtalan volt. Utólag lehet azt mondani, hogy a korabeli politikai törésvonalak alapján próbálták ketté szakítani igen, az írószövetséget? Igen, már akkor lehetett. Én még akkor nem fogtam így fel, mint mindannyiunkban élt valami illúzió, hogy azért én az ellenzéket szerettem volna, a hirtelen fénybe került ellenzéket szerettem volna egységesnek tudni. Tehát apró véleménykülönbségekkel, természetes egyéni sajátosságokkal, de azt gondoltam, hogy mégis egybe vagyunk. Szóval azért meg lehet oldani. Nem is voltak olyan törekvések, egyéni törekvések, hogy ne ilyen falangszerűen történjen meg ez a dihotómia? Akkor, hogy ez ne így legyen, ennek inkább az ellenkezőjére játszott mindenki, a sajtó is. Emlékszem, jött ki egy rádióriporter, és azt mondta, hogy tudomásul vettem el, hogy ezután egy liberális és egy nemzeti konzervatív részre oszlik a Magyar Írószövetség. És hogy melyiknek lennék szívesen az elnöke. És én mondtam, hogy én még mindig abban gondolkodom, az igazán liberális gondolatban, ami nem azonos azzal az liberalizmussal, aminek az örve alatt elkövették, amit elkövettek, és még mindig a nemzeti gondolatban vagyok otthon is, hát én nem tehetek róla, de én széles értelemben véve keresztény elkötelezettségű ember vagyok. Tehát én ezzel nem tudok mit kezdeni, ezzel a szeleteléssel. Az volt az érdekes, hogy, és én ezt akkor Csóri Sándornak is megmondtam, hogy ebben szerintem az volt a legnagyobb hiba, hogy listát csinált. Nem tudom, hogy érthet. Tehát, hogy bemondta, hogy kik azok az emberek, akik jó magyar zsidó emberek, és sokat tettek a magyar hazáért, és ezáltal kimaradt legalább a saját számításom szerint legalább 20 olyan ember, akinek ott lett volna a helye, és ezek éltek.
és ezek közül sokan a Magyar Írószövetség tagjai voltak, akik sírva és zokogva hívtak fel, hogy ők ki vannak tagadva a nemzetből. Nem rossz indulatból történt ez, hát nem tud egy koponya mindenkit, ezért nem szabad listázni. Én ezért nem szeretem az aláírásokat, mert minden listával történik valami baj, vagy van benne egy kakukktojás, vagy kimarad valaki. Én akkor is ezt mondtam, hogy a listát azt... Tehát kár volt ezt a nevesítést megcsinálni, de azt is mondtam, hogy nagyon sokat tett Csóri a magyarság ügyéért, ezzel tisztában vagyunk, ezért hálásak vagyunk, és ő majd bizonyára korrigálni fogja, hogyha úgy érzi, hogy valamiben elnagyolt volt a vélemény. Ez egyébként meg is történt, mert utána Csóri írt el a cikkeket, de ez nem volt elegendő. Hát azt soha nem felejtem el, hogy szinte naponta érkeztek lapok, nyílt levelező lapok, nekem címezve, még rajzok is voltak rajta, egy bombarobban. Az egyik lap azt mondta, hogy amennyiben megtűrjük magunk között ezeket a nemzetárulókat is, szintén nevesítettek, akkor fölrobbantják az egész Írószövetséget velem együtt. A másik pedig azt mondta, hogy amennyiben a Csóri Sándor féléket megtörjük, fölrobbantják az Írószövetséget velem együtt. Tehát kvázi úgy éreztem hirtelen, hogy tényleg élettem a bolond tempó. Amellett pedig, hogy teljes mértékben azt éreztem, hogy igen, íróként is, magánemberként is, valakinek, aki sok mindent tett ezért az országért, joga van, hogy elmondja a véleményét, és nem lehet lecsórikámozni, nem lehet szinte a halálát kívánni. Én állítom azt, hogy ami akkor történt, az a hadjárat, az nagyon erősen hozzájárult ahhoz, hogy ha Csóri Sándor nincs mindig jó egészségi állapotban, akkor erre az időre vezethető vissza. Iszonyú volt az a támadás, ami aztán lassan-lassan elcsitult. De akkor is kilépett egy csomó író. Én annak se örültem, amikor megalakult az Írókamara, ami azóta már más egyesületi néven fut. Azért nem örültem, mert én úgy éreztem, hogy a szövetségen belül kellene létrehozni, nem platformnak nevezem, ez egy hülye szó, közösségeket, társaságokat, ahol mindenki a maga módján egymás iránti tisztelettel, de markánsan képviselne egy vonalat. Tehát én nem abban gondolkodtam, hogy több szövetséget létrehozni, hanem maradjon az Írószövetség, és ezen belül alakuljanak csoportok, akik esetenként vitáznak egymással, de nem ellenségként, még csak nem is ellenfélként, hanem azt gondoltam, hogy a filozófia és az esztétika az a terület, ahol nagyon jól megférhetnek egymás mellett a különböző színezetek. Nekem ez volt az álmom, ha lehet ezt mondani. Én azt gondoltam, ezért vállaltam, hogy maradjunk egybe, és valahogy próbáljuk meg hát egymás között elintézni, mert ahogyan az idő mutatta is, a hatalom, a mindenkori hatalom nagyon könnyen el tud bánni a művészettel, az írókkal is, nagyon könnyen, ha alkalmazza az oszd meg és uralkodj elvét, ami már, hogy úgy mondjam, a Habsburgok óta divatban volt. Meg a rómaiak óta. Jó, meg azóta. Úgyhogy én ezért küzdöttem, aminek eredménynek mondható, hogy hát az én csak nem 3 éves regnálásom alatt nem oszlott szét az Írószövetség. Szóval sikerült, sok író ott maradt, aki el akart menni, békítgettünk. Én azt gondolom erről az időszakról, hogy az a fajta eléggé erőteljes fellépés, amit én kértem, az abban az időben meghozta a kormányzat felé az eredményét, hiszen ebben az időben Olaszországban nekünk szobánk volt, tehát a magyar írók ingyen szobát kaptak Rómában, ezt is elértük. Ugyanígy Franciaországban, ha kiutazott egy magyar író, fönntartottak nekünk egy szobát. A középdíjakat, például József Attila díjat, azt nem úgy osztották el, mint ahogy ma is divat, hanem úgy, hogy a választmány jelölte ki, hogy kik legyenek azok, akik József Attila díjat kapnak. Ezt a választmány által elfogadott listát én juttattam el a minisztériumba, és mindenki megkapta. Tehát azt kapta meg, akit az írók, nem a minisztérium akkor még nem szólt bele. Lehet azt mondani, hogy nagyobb súlya volt akkor az Írószövetségnek? Igen, hát én azt gondolom, hogy amíg ezeket a jogokat
módszeresen el nem veszítettük, amíg ki nem húzták a lábunk alól a szőnyeget, akkor azért még az Írószövetség nevében el lehetett intézni dolgokat. Például, hogyha egy külhoni írónk jelentkezett, hogy beteg, és nem magyar állampolgár volt, én most is emlékszem rá, egy nagyon neves orvos professzort felhívtam, és megkértem rá, mint az Írószövetség elnöke, hogy fogadja és törődjön vele. Tehát, és szó nem volt arról, hogy bárki ezt megkérdőjelezte volna. Tehát én úgy éreztem, hogy tudunk segíteni, tudunk dolgokat tenni, hát arról nem is beszélve, hogy a máig nagyon boldogító tudat, hogy az elcsatolt országrészeknek az írói, és hát a messze idegenben élő magyar írók akkor kerültek vissza teljes jogutakként a Magyar Írószövetségbe. Kézzel írott levelet kaptak, amiben megírtam, hogy milyen boldog vagyok, hogy megtehetem, várjuk őket, jöttek a válaszok. Tulajdonképpen azóta lettünk így egybe. Nem véletlen, hogy a mai Írószövetségnek is a legszilárdabb tagjai azok a magyarok, akik ekkor csatlakoztak. Mert ők tudják, hogy ez mit jelentett. Lehet azt mondani, hogy összességében ez az elnöki ciklus pozitív volt? Hát János, én, hogy mondjam, ha nem éreztem volna menet közben, hogy azért tudok dolgokat tenni, ha nem éreztem volna azt, hogy nagyon sokan szeretettel fordultak felém, akkor biztos, hogy nem is tudtam volna végigcsinálni. Én azt úgy csináltam, hát a családom a megmondhatója, hogy minden reggel 8:30-kor bementem a szövetségbe, és sokszor este 10 óráig voltam a különböző helyeken, mert képviselni kellett, mert dolgokat el kellett simítani, ki kellett járni a dolgokat. Én nagyon-nagyon sokat dolgoztam, tényleg egy jelképes tiszteletdíjért. Ami nekem tulajdonképpen meglepetés volt, és azóta is őrzöm azokat az újságcikkeket, az a közgyűlés, amikor hát jeleztem a periódus letelte után, hogy egy újabb 3 évre nem vállalom, és azt is tudtam, hogy miért nem, mert ami addig bátorság, vállalás kérdése volt, akkor ebből hiúság lett volna. Tudjuk, olyan sokan azt mondták, hogy így, ahogy Anna, ahogy te csinálod, ezt neked kell, muszáj, még az utolsó percig is győzködtek, hogy vállaljam el az új jelölést. És éreztem, hogyha nekem így kenegetik a májamat, és felülkerekedik a mindenkiben meglévő természetes emberi hiúság, ez rossz lesz, mert ezután csak rosszabb jöhet. Tehát én azt éreztem, hogy itt valamit bizonyítottunk, de ez így nem mehet. És ugye a másik az volt, hogy olyan pozitív volt az a közgyűlés akkor, amikor én elköszöntem, hogy annyi szépet, annyi jót, mint amit akkor a maradék író kollégáktól kaptam, talán azóta se kaptam életembe. És azzal mentem el, hogy azt éreztem, hogy ha szét fog darabolódni a társaság, ha, hogy úgy mondjam, farkas üvöltésé változik az, ami eredetileg egy csendes opozíció lehet valakinek a részéről, akkor ez a szövetség azt a bizonyos valamit, ami az én álmom volt, soha többet nem tudja beteljesíteni. Tehát én nem akartam romokban látni azt a gyermekded álmomat, hogy mi magyar írók úgy vagyunk együtt, hogy meg tudjuk egymást érteni, nem harapjuk át egymás torkát, igenis képviseljük az érdekeinket, érdemek szerint próbálunk eligazodni és díjakat osztani, és akkor kezdtem érezni, hogy ez a valami jóvá tehetetlenül megszűnt. Ennek ellenére mindig azt gondoltam, és mindig drukkoltam, és ma is ezt teszem, hogy nagyon nagy kár lenne az Írószövetségért, hogyha bárki is tökéletesen szétbomlasztaná, mert azért ez a szövetség 1956-ban csinált valamit, 56 után ezt a csendes ellenállást mindig képviselte, én magam akkor későn, de hát mégis kezdőként csatlakoztam az Írószövetség gárdájához, ezt mindig éreztem. Éreztem, hogy itt más a légkör, hogy itt az emberek bátrabbak, nem lehet mindent kidobni. A fürdővízzel együtt a csecsemőt nem kellett volna eleve maguknak az írók szembefordulásszerűen megfojtaniuk. Tehát én ma is ezt gondolom, hogy adja Isten, legyen egy fiatal vezetésű Írószövetség. Talán a fiatalokban több lesz az empátia, talán több lesz az alkalmazkodási képesség, ami nem megalkuvást jelent, csak egyszerűen tudomásul venni, hogy emberből vagyunk, és hát az emberi szív és az emberi ész az nem egy egyszerűen kitaposott úton jár. Tehát nem az, az álom az gyakorlatilag
megszűnt, tehát a minden írót magába foglaló szövetség már nem fog létrejönni. De azt gondolom, hogy egy határozott, markáns véleményt képviselő szövetség az meg lehet, csak tudni kell, hogy mit képvisel is. Hogyan képviseli. De nem szabad, semmiképpen sem szabad megfojtani. Hát arról nem beszélve, hogy azt én várnám, és javaslom is fiatal kollégáimnak, hogy szorgalmazzák, hogy a mindenkori kormányzat az becsülje meg jobban azokat az embereket, azokat az írókat, azt a szervezetet, amelyik nem keveset tett azért, hogy ezt a haladó nemzeti gondolatot fenntartsuk. Igen, segítsen, mert el lehet sorvasztani. Ez a szövetség nem onnan várja a pénzt, ahonnan nagyon sok esetleges más alakulat. Ez a szövetség nem elsősorban pénzért jött létre, de az íróknak is élni kell, kenyeret esznek, gyereket nevelnek, és kell érezniük, hogy tartoznak valahova, és kell érezniük, hogy egy kormányzat az nem ellenségként, hanem barátokként és esetenként eszmetársként tekinti őket.